A Naturpark kezdeményezés nem magyar találmány. Németországban már több mint 100 van belőle, Franciaországban közel 50, de Angliában, Svájcban és Ausztriában is találkozhatunk hasonló övezetekkel. Magyarország területének jelenleg 4,1%-a a Magyar Naturpark Szövetség tagja. De mit is jelent valójában ez a fogalom? Tulajdonképpen a Naturpark egy olyan együttműködési forma, a helyi gazdálkodók, a vállalkozások, az iskolák, önkormányzatok, civilek között, akik közösen keresik a megélhetés lehetőségeit úgy, hogy közben ne rombolják le magukat a meglévő értékeket. Tehát az erdőként működhessen, megfelelő arányban legyen jelen, és ugye jó legyen ott élni. Éppen ezért indította útjára az Országos Szövetség a Tudatos Fejlesztéssel a Naturparkokért rendezvénysorozatot, hogy a fórum résztvevői megismerkedjenek az egységes fejlesztési koncepcióval. A Tényőr rendezett eseményen Székely Rita beszélt a Győr környékén lévő Naturpark múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A Pannonhalmi Naturpark 2006-ban alakult, azonban tevékenységet 2015 nyaráig nem nagyon végzett. 2015-ben az önkormányzatok, akik ebben a Naturparkban részt vettek, úgy gondolták, hogy szeretnék újjáéleszteni a Naturparkot. Ekkor vette át az én egyesületem a munkaszervezet feladatait. A Naturpark Szövetségnek már régóta tagja a Naturpark, azonban a kapcsolat most fűződött szorosabbra. Ennek köszönhetően folyamatos fejlődést tapasztalhatnak majd a 62 ezer hektáron fekvő, 29 települést magában foglaló Naturpark területén élők és az ide látogatók. Szakértők szerint hamarosan újabb tájegység kapcsolódhat be a programba, a Sziget köz jó eséllyel pályázik, hogy része legyen az országos együttműködésnek.